most is vár. Eddig tartott vége már. És akkor csöngedett a házmester, a
És végül egy hazai újdonság következik, ismerkedjük meg a Pont Mi együttessel. Bár már 2 éve megalakultatok, de én csak most jelent meg a bemutatkozó lemez, ez miért van? Egyrészt meg kellett várni, hogy eltérjen az idő, amíg letisztulnak a dolgok. Több tagcsere is volt, több időnek el kellett osztálnia, ameddig megtaláltuk azt az arculatot, illetve azt a zenét és azt a feelinget, hogy mi szeretnénk képviselni. Viszont ugye ezt jól tudjuk, hogy elég nehéz ez a pálya, rengeteg együttes van, és ennek is betudható valahol ez a kis, kicsit hosszabb időszak. Az együttes tulajdonképpen popzenét játszik, olyan, amire táncolni is nagyon jól lehet, olyan, ami igényes hangulatokat és igényes világot mutat, meg egy picit és hétköznapi mai témákat dolgoz föl. Ki mit csinál a zenekarban? Pál Zoli írja a szövegek nagy részét, a zenének nagy részét is ő szerzi, ezen kívül ő hangszereli az összes dalt, és a vokálokat is ő készíti rá. Mindenek felénekeljük természetesen. És eltáncoljuk. Sokféle stílusú számokat énekelünk, ugye nagyon fontos, hogy vokálisak ezek a zenék, tehát nagyon sok szólamot énekeltünk föl, ami talán színesíti a mai popvilágot. Van-e valami olyan téma, amiköré mindig gyűlnek a dalok? Hát szerintem a szokásos. Szerelem, szabadság, házmester, meg ilyenek. Remélem, hogy a mai program ajánlataink között mindenki talált az érdeklődési köréhez, ízléséhez, hangulatához, vagy a ráérő idejéhez megfelelő programot erre a hétre. Pénteken a hétvégi kínálattal jelentkezünk, addig is szép napokat kívánok, a viszontlátásra! Hívtalak egyszer, később háromszor, négyszer, majd legalább ezerszer is talán. Mobilot kikapcsoltad, vajon merre, hol vagy? Már aggódom így évfél után. Átkozott helyzet, és így döntened kellett. Nem érdekel, hogy hol vagy, merre jársz. Miért maradjak ébren? Csak azt az egyet kértem, a türelmemmel többé ne játsz. És akkor csöngedett sáros, de mégis a sors most ketté vág. És akkor csöngetett a házmester, a szókimondó plegykafészek vélemmel. Ő mindent elmondott talán, mit réges-rég sejtettem már. És akkor csöngetett,
elérhető. Ismételje meg a hívást később. A hívott szám pillanatnyilag nem elérhető. Ismételje meg a hívást később. Sziasztok! Pont mi kezdjük a nevetekkel. Miért pont ti? Pont nektek, pont most, pont énekeltünk egyet. Tehát arra gondoltatok ezzel a névvel, hogy ha más is, akkor pont mi is megtehetjük? Így van, egyszerű, könnyen megegyezhető, magyar együttes, magyar név. Ezek voltak a szempontok. Honnan jönnek a dalok? Ki írja a dalokat, kik szerzik a dalokat? Átdolgozások is lesznek-e, vagy csak átdolgozások, vagy csak saját szerzemények? Nagyon heterogén az anyag, ami azt jelenti, hogy van a saját szerzeményeink, ezeket zömében én írom. Zenész szöveget és hangszerest egyaránt én készítem, és dolgoztunk vendég zenészekkel, vendégszerzőkkel, például Kozma, Valla, ilyesmi nevek fordulnak el a lemezen, és van tényleg valóban, mint ahogy jól is mondtad, 2-3 feldolgozás a lemezen. Ez azt jelenti, hogy a lemez már készülőben, vagy már megjelent nem, a lemez? Már megjelent. Már megjelent a lemez. Gondolom akkor ez a napokban készült el, és napokban került boltba a lemez. Így van. A Hungaroton Records adta ki. Mit kell tudni rólatok? Mit kell tudni rólatok a zenével? Milyen kapcsolatotok van? Gondolom mindegyikötök tanult énekelni, legalábbis ezt abból az egy dalból, amit itt az előbb hallhatunk, abból én ennyit állapítottam meg. Hát nagyon szépen köszönjük! Így van, kiskorunk óta tanulunk énekelni, táncolni. A legtöbb dalra koreográfiánk is van, bár most nem olyan dalokat hoztunk, de fellépések alkalmával ezek show jellegű műsorokként jelennek meg. Hogyan ismertétek meg egymást? Tehát honnan jött ez a négyes kvartett? Tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy ez egy olyan formáció, amiben benne van minden, tehát ahol lehet ötvözni, és tényleg azt a női hangot, a férfi hangot, és amire igazából törekszünk az az, hogy annyival tudunk ez az egészhez hozzátenni esetleg többet, hogy a dolog tényleg 4 szólamba, néha kicsit több szólamba is fel vannak építve összhangzattanilag. Ezzel próbáljuk egy picit azt mutatni, hogy tényleg próbálunk képzett zenészként viselkedni, egyébként hangszeresen is képzett zenészek, tehát Kálmán gitáron játszik, én zongorán, meg a hangszereseket is együtt végezzük, és tulajdonképpen így próbálunk meg dolgokat. Ti ismertétek egymást előtte? Mi vagyunk négyen? Az alapító tagok. Ti vagytok ketten, igen, az alapító tagok. És úgy csatlakozott hozzánk Edith és Kalmi. Válogatás útján, vagy pedig baráti társaságból? Ők válogatás útján. Válogatás útján. Fellépés. Legközelebb 26-án Egerben a Dobótéren. Élő koncertre is készültök majd? Igen, csak azoknak a technikai feltételei olyannyira megnehezítik a lehetőséget, hogy az nagyobbnak kell egy picit lenni azért, hogy saját dalokkal tényleg egy olyan adottságokkal fellépni, amire lehetőség van, tehát olyan technikai háttér, apparátus, minden, de arra fogunk készülni mindenféleképpen. Gondolom, hogy pedig klubokban országszerte láthatnak titeket, akik kíváncsiak rátok. És mindol élőben éneklünk egyébként. Tehát... Igen, ez egy fontos, ugye manapság már szerencsére a klubokban is, hogy a zenei alapot ugye hallani lehet a CD-ről, de az ének azért a jobbaknál meg, akik hát tudják tenni, azok megtehetik. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok én nektek, remélem, köszönöm, hogy még találkozunk itt a Delőben, meg még hallunk majd titeket. Köszönöm szépen. Folytatjuk majd tovább, most pont mi játszunk, zenélünk egy kicsit, azután egy kis szünet után érkezünk vissza, és folytatjuk a plegykálkodást.